Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Megható ez az ének. Hazafelé tartunk. Még van egy kis szakasz vándorútunkból, ami nem lesz könnyebb, mint az elmúlt szakasz. És bízhatunk abban, hogy Isten megsegít bennünket. Azt énekeltük, hogy Isten igéje által tart meg minket. És ezen a rövid időben azt szeretném, ha az igéből tanulnunk, és erősödnénk hitünkben, reménységünkben. Igen. Az alapszövegünket szeretném a Mózes könyvéből olvasni. Mózes könyvének 5. fejezet, 4. versében van leírva ezek a gondolatok. Egyébként ezek a gondolatok Mózesnek az utolsó szavai közé tartoznak, köszönöm szépen, amikor készült elbúcsúzni attól a néptől, amelyért olyan sokat tett. És amikor Isten kijelentette neki, hogy te nem fogsz bemenni, azt mondja Mózes, hogy megharagudott rám Isten miattatok. Én nem fogok bemenni a Kanaán földére. Ti be fogtok menni. És nagyon sokszor megismételte, ha áttanulmányozzuk azt a részt, amit Mózes mondott, hogy az engedelmességre mennyire rá irányította a figyelmét azoknak, akik be fognak menni a Kanaán földére, a földi Kanaán földére. És ennek egy kis részletéből van a mai reggeli alapszövegünk. Tehát 5. Mózes 4. 1.-2. verse. Most pedig hallgass, ó Izrael, a rendelésekre, végzésekre, amelyekre én tanítalak titeket, hogy azok szerint cselekedjetek, hogy elmehessetek, hogy élhessetek és bemehessetek, és bírhassátok a földet, amelyet az Úr, a ti Istenetek ad ti néktek. Semmit ne tegyetek az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek. Igen. Nagyon fontos üzenet volt akkor Izrael népe számára, amikor készültek bemenni a földi Kanaánban. Ugyanezek az igék még fontosabbak talán nekünk, akik a mennyei Kanaánban készülünk, és nem sokára be fogunk menni. De ahogy mondottam, addig van egy áldás küzdelem. A sátán megsokszorozta az ő erejét, hogy a végidőben Isten népinek ártson. Van egy fejezet a Nagy Küzdelem című könyvben, biztos ismeritek, olvastátok, olvastuk. Az a címe, hogy a Szentírás védő bástya. Én is nagyon sokat olvastam, de régebb azt gondoltam, hogy ez nem adventistáknak való, mert hát az adventisták a teljes igazság birtokában vannak, és ez nem nekünk szól. És ezt úgy elkerülgettem, olvasgattam, de nem tartottam nagyon fontosnak. Viszont az utóbbi időkben az események, a tapasztalatok, a hozzászólások, a hozzáállások arra késztettek, hogy tanulmányozom át újból ezt a fejezetet. És rájöttem most már, hogy ez nekünk szól, nekünk is szól. Két gondolatból jöttem rá. Az első gondolat ennek a fejezetnek az első részében az van írva, hogy sátán megsokszorozza erejét, hogy hamis dolgokkal becsapja Isten népét, hogy ártson Istennek. Ártson Istennek. A másik pedig egy későbbi lapon van írva, és én nagyon ajánlom, az idő rövid, egy pár gondolatot kiemelnék ebből a fejezetből, de nagyon-nagyon ajánlom, hogy mindenki kutassa. Most már hála Istennek megvan mindenkinek a saját kezében.
a Nagy Küzdelem című könyv, de elsősorban a Biblia. És mindenki a saját nyelvén tudja kutatni az írásokat, hogy meggyőződjünk, hogy tényleg igaz legyen az, amit énekeltünk, hogy az ige által Isten megtart bennünket. A második gondolat, amire rájöttem, hogy Sátán azt akarja, hogy meghamisítja az igét, és ezáltal ártson Isten népének, Isten munkájának. És akkor úgy rájöttem, hogy hát ez nagyon fontos a mi számunkra, ez az egész fejezet. Tehát a Szentírás a védő bástya. Természetesen itt előjáróban elmondanám, hogy nagyon fontos, hogyha szomjúhozzuk az igazságot, ha szomjúsággal kutatjuk az írásokat, mert a lelki életben is úgy van, tapasztalatból mondom, hogy van, amikor szomjasabbak vagyunk, van, amikor nem annyira, és ez betegséget okoz, úgy a fizikai életben, de főleg a lelki életben. És a Sátán arra is törekszik, hogy a szomjúságunkat, az étvágyunkat, az ige kutatásától elvegye, megcsappanjon, ne legyen olyan fontos. Tapasztalatom a múlt héten fizikailag, egyik este, a hét elején rágondoltam este, hogy te, én a mai nap ittam-e vizet? És gondolkodtam, hát nagyon keveset. Megmértem a vérnyomásomat, tudjátok mennyi lett? 180/90. És akkor megijedtem. És akkor kezdtem egy kicsit gondolkodni, meg mi legyen. Felhívtam a házi orvost, megkérdeztem, mi a tanács. Igyon sok vizet. És hál' az Úrnak aztán egy kicsit megerőltettem magam, ittam vizet, és erre jött a vérnyomásom. Na most már, ha a fizikai életben olyan fontos a szomjúság, mennyivel inkább a mennyiek a lelki téren. Jézus azt mondta, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Úgyhogy én ajánlom, és jónak tartom, hogy imádkozunk sokszor, és kérjük az Istent, hogy adjon nekünk szomjúságot. Mert elnézést, olyan időben értünk, főleg a fiatalok részére, annyi mindennel el tudja terelni az ördög, a Sátán a figyelmet, hogy ne az íge felé, mindenféle vannak internetek, előadások, aztán mindenféle témák a világon, hírek, betegség, háború, meg minden, hogy elterelődik a figyelmünk, és nem vagyunk olyan szomjúsággal az ige iránt, mint ahogy kellene. És ezen Isten segíteni szeretne nekünk, hogy kutassuk, tanulmányozzuk, de magunk az írásokat, hogy győződjünk meg. Az, hogy valaki így mondta, vagy így hallottuk a videón, vagy úgy olvastunk egy könyvbe, az lehet igaz, lehet nem. De amit én személyesen meggyőzöttem, és Isten lelke megvilágosította, mert könyörögtem hozzá, hogy adjon nekem értelmet, adjon nekem egy tanulékony lelkületet, egy alázatos lelkületet, mert ettől függ az igének a helyes megértése. Nem annyira a teológia meg a nagy tudománytól függ. Emlékszünk, ha Jézus, amikor kiválasztotta, elhívta a tanítványait, mennyi nagy tanult ember volt köztük. Van Jézusnak egy imádsága, szeretném azt, ugye egy kicsit úgy ritkán szoktuk ezt a rövid imádságot elővenni, de megvan a Máté evangéliumban, megvan, le van írva. Jézusnak egy rövid imádsága. Itten a Máté evangélium a 11. fejezet 25. verse. És a 26. Így hangzik ez az imádság.
Abban az időben szólván Jézus mondta: hálákat adok néked, atyám, mennek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek előtt, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Most ma teljes írást tanulmányozzuk, akkor rájövünk arra, hogy Isten nem személyválogató, hogy akkor elkerült a bölcseket, az értelmeseket, majd a kisdedeknek kijelentette. Nem ilyen a mi Istenünk. És a mai napokban is nem ilyen a mi Istenünk. Kijelentheti a bölcseknek is, az értelmeseknek is. De az a probléma, hogy Isten azoknak tudja kijelenteni az igazságnak mélységeit, értelmét, értékét, akik alázatosan, tanulékony lelkülettel keresik az igazságot. És sajnos a nagy tudomású embere, nagy tudós embereknek ez nem mindig van. Mert a tudományban, a bölcsességben, ezekben bíznak. Úgyhogy adjunk hálát Istennek, hogy kijelenti Isten a végidőben mindenkinek, a kisdedeknek, minden rangú, rendű embereknek, minden nyelvű embereknek. Itt vannak a testvéreink, tudnak olvasni, tudnak írni, tudnak prédikálni, énekelni, ami régebb nem volt, és most megvan, mert Isten szeret mindenkit. Mondom, hangsúlyozni szeretném, nehogy félreértsük a Bibliának ezt az igéjét, vagy Jézusnak az imádságából. Nehogy olyan feltételezzünk, hogy személyválogató. És Isten mellőzte a bölcseket, a kisdedeknek pedig kijelentette az ő igazságait. Bárcsak Isten adna nekünk tanulékony, alázatos lelkületet. És itt szeretnék egy bizonságtételt beidézni ide. Tanulság. Ugyan, mint Mózes nagyon sokszor említette a népnek, akik készültek bemenni Kanaánban, hogy az engedelmességre nagyon rá irányította a figyelmünket ismétlődő módon. Nekünk is van egy fontos-fontos üzenet Ellen White-tól. Amikor kutatjuk az írásokat, vagy hallgatunk, vagy könyvekből olvasunk, így hangzik az a bizonyságtétel. Azok az emberek, akik nem hajlandók elfogulatlanul megvizsgálni az övéktől eltérő véleményen lévő bizonyítékait, nem alkalmasak Isten igazságának hirdetésére. Tehát azok az emberek, akik nem hajlandók elfogulatlanul megvizsgálni az övéktől eltérő véleménnyel lévő bizonyítékaik, azok nem alkalmasak Isten igazságának hirdetésére. Ez nekem szól, ez nekünk szól, mindenkinek. Az utóbbi időben Istennek, ahogy mondja Ellen White, írja, rettenetes dolgokra fogja tanítani Isten az őszintéket. És ehhez nekünk szükségünk van alázatos lelkületre megvizsgálni minden tanításnak a bizonyítékait. És ha jó, el kell fogadni? Mert a Jeremiás könyvében úgy van írva, 33. fejezet, 33. versében, kiálts hozzám, megfelelek néked, nagy dolgokat mondok néked, amelyeket nem tudsz. Igen, Isten nagy dolgokat fog kijelenteni az őszintéknek, és igéje által meg fog tartani bennünket. Visszatérek egy kicsit a Nagy Küzdelem című könyvre, egy pár tanács, útmutatás. Tehát azt már mondtuk, most Sátán összeszedi minden erejét a Krisztus és követői elleni végső küzdelemben. Mindig küzdött Isten ellen, Krisztus ellen, mennybe kezdte, folytatta az Édenkertben, folytatta az évezredek során, és most összeszedte minden erejét. És ezért nekünk nagyon-nagyon fontos hallgatnunk Istenre. Könyörögjünk tisztalátásért, hogy minden igazságot helyesen tudjunk megérteni. Azt mondja,
A hamisítvány annyira fog hasonlítani az igazságra, hogy csak is a Szentírás által lehet különbséget tenni köztük. Minden kijelentést, minden csodát a Biblia bizonyságtételével kell ellenőrizni. Úgy vannak ezek, mondták a bérabeliek annak idején. Megvizsgálták, amit hallottak. Igen, hát egy pár gondolat. A proféciák nekünk is épp oly világosan mutatják a jövőt, mikont Krisztus szavai a tanítványoknak. Az ige tisztán feltárja a kegyelem idő lezárulásához fűződő eseményeket, és azt, hogy miként kell a nyomorúság idejére felkészülnünk. Tehát nekünk fontos felkészülni a nagy nyomorúság idejére. És Isten tud adni erőt nekünk erre, tud adni erre bölcsességet. Itt a másik oldalon van egy fontos, amit nem szeretnék kihagyni. Sokszor van úgy, hogy amikor vége az ige hirdetésnek, akkor találok olyan fontos gondolatokat, amiket az ellenség kiragadott. Ezt nem szeretném, hogy kimaradjon. A Biblia, már azt beszéljük, hogy a Biblia tartalmazza Isten igazságait, amely által megtarthat bennünket. A Bibliát, amikor nem szimbólumokon vagy képeken, hanem világosan beszél, szó szerint kell érteni. Vannak olyan hangok, olyan irányzatok, hogy a Bibliát is át kell értelmeztetni, szakemberek tudják megmagyarázni, hogy hogy van, meg hogy kell érteni, stb. És erre mondja Ellen White által Isten lelke nekünk, hogy amikor a Biblia nem jelképeken, szimbólumokon vagy képeken beszél, akkor szó szerint kell érteni. És tovább azt írja ez a gondolat, menet, elmondom kívülről, nagyon tetszett nekem. Azt mondja, és itt is jöttem rá, hogy ez a fejezet adventistáknak is szól, azt írja, hogy ha mi szó szerint értelmeznénk a Bibliát, megörvendeztetnénk az angyalokat, és Isten nyájában terelne ezreket Isten lelke. És én gondolkoztam, most nem készültem arra rá, de ajánlom nektek házi feladatként, én magamnak leírtam házi feladatként, hogy kutatom az írásokat, hogy miben nem követtük a Bibliát szó szerint. Tényleg vannak ilyen írások, amiket nem szó szerint vettük, és azért nem jönnek ezrével az emberek az igazsághoz. És bizony, hogyha alázatos lelkülettel, gyermeki alázattal, töredelemmel jövünk Istenhez, akkor meg fogja nekünk jelenteni. És azokat az igazságokat is megérteti velünk, amiket eddig mellőztünk, vagy nem értékeltünk, igen. Most ezt elolvasom úgy, ahogy van írva. Én elmondtam, amit emlékezetből mondtam. Azt mondja, van egy ha. Mindig a ha szócskát beszoktam kereketni. Ha az emberek szó szerint vennék a Bibliát, ha nem volnának hamis tanítók, akik félrevezetik és elbizonytalanítják őket, akkor olyan munkát lehetne végezni, ami megörvendeztetni az angyalokat, és Krisztus nyájában tévelygők ezreil jönnének. Ugye milyen csodálatos. Isten kijelenti mindig a veszélyeket, amik előttünk vannak. Azt írja a prófitáknál, hogy semmit nem cselekszik az Isten, ameddig ki nem jelenti a prófiták által. Kijelenti a veszélyeket, amikre nagyon-nagyon figyelnünk kell. Azt írja egyik gondolatban, Isten azért adta nekünk ígéjét, hogy megismerjük a tanításokat. A teljes ige, teljes tanítás.
Azt akarja, hogy mi magunk keressük, mit kíván tőlünk. Kíván tőlünk Isten ahhoz, hogy üdvösségre jussunk? Természetesen. Amikor a törvénytudó ezzel a kéréssel fordult Jézusról, mit cselekedjem, hogy örök élet vehessem? A megváltó a Szentírásra hivatkozva ezt mondta, a törvényben mi van írva, mint olvasod? A tudatlanság nem mentség. Ez nem menti fel az Isten törvényének áthágásáért járó büntetés alól sem az ifjút, sem az öreget. Hiszen kezünkben van a törvény elveinek és kívánalmainak hiteles ismertetése. Hol van? Itt van a Bibliánk. Kezünkben van. Hála Istennek mindenkinek kezében lehet. Mi ez? Azt mondja, hiteles ismertetője Isten törvényének, kívánalmainak összessége. Hiteles ismert. Nagyon-nagyon tetszik nekem ez, hogy eddig úgy elkerült a figyelemet, de tényleg az ez hiteles ismertetője. Minek? Kezünkben van a törvény elveinek, kívánalmainak hiteles ismertetése. Igen, Sátán arra törekszik, hogy az elveken is módosítjon. Így, meg amúgy, stb. De itt van az ellenőrzési, hiteles Isten szava. Igen. Minden értelmes lény, az enyém is, tiétek is, minden értelmes lény első és legfontosabb kötelessége, hogy megtudja a Szentírásból, mi az igazság. Ez kötelesség. Mi az igazság? Az igazságot ismerve pedig mit kell tennie? A világosságban kell járnia. És mindenkit példája követésére kell buzdítania. Bárcsak Isten adna nekünk több szomjúságot, több vágyakozást, hogy kutassuk, tanulmányozzuk a magunk számára, és amiután Isten adott erőt, bölcsességet, hogy azt éljük, akkor másokat is buzdítani tudjuk azoknak a tanításoknak az elfogadására. Igen, hát záró gondolatként, tudjátok, én mindig mondtam, hogy nem szeretem a hosszú igehirdetést. Én a hosszú igehirdetésekből mindig azt tudtam csak megjegyezni, hogy hosszú volt. Hogy miről szólt, azt már nem annyira tudtam, hogy hosszú volt. Úgyhogy záróképpen egy pár gondolatot szeretnénk olvasni. A világ történelem legünnepélyesebb időszakában élünk. Igaz ez? Amen. Amen. Nem csak mi mondjuk, hogy ünnepélyes, lehet, hogy nem mindenki érti, de hogy itt a vég, az biztos. Hallgassatok elemzéseket, tudósokat, aztán mondják, hogy itt a vég. De vajon nekünk adventistáknak, akik olyan rég tanuljuk az igazságokat, hogy látjuk? Közel van a vég? Két kis tapasztalat, elmondom. Két fiatal gyerek, a mi családjainkból, nem fiatalok, 20 évesen felüliek, beszélgettek, autó, meg szó került, hogy tényleg szegénység jön, meg ilyen jön, és oda kerültem, oda érkeztem valamiért, és mondom nekik, gyerekek, jön a vég. Csak nem, mondta az egyik. Csak nem, mondta az egyik. Vajon nincs bennünk sokszor egy olyan halvány, hogy csak nem? Aztán találkoztam egy írástudó testvérrel, köszöntöttem, és ugye szoktam köszönteni, az igazság győzni fog, így kezet fogtam, és azt mondja nekem, hogy hát minden bizonnyal, de nem a mi időnkbe. Annyira meglepődtem, hogy nem igaz. A gyerek azt mondta, hogy csak nem, az írástudó azt mondta, hogy de hát nem a mi időnkben.
Hát a világ emberek mondják, hogy itt a vég. Itt a vég rajtunk. Tehát, olvasom egy kicsit tovább, aztán befejezzük. A világ történelem legünnepélyesebb időszakában élünk. A Földön élő tömegek sorsa nem sokára eldől. A Földön élők sorsa, tömegek sorsa. Saját jövőnk és mások üdvössége múlik azon, hogy mi most hogyan élünk. Szükségünk van Isten lelkének vezetésére. Krisztus minden követőjének komolyan meg kell kérdeznie. Mit kell megkérdeznünk? Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Meg kell magunkat alázni bőjben és imában az Úr előtt, és sokat kell elmélkednünk Isten igéjén, különösen az ítélet jelenetein. Mély és élő tapasztalatokat kell szerezzünk Istennek. Itt szeretném azt aláhúzni. Nem azért kell cselekedjünk, hogy valamit is kiérdemeljünk, hanem hallgatnunk kell Istenre, engedelmeskednünk kell neki, hogy alkalmassá tegyen minket jellemünkben a mennyországban való belépésre. Ez az egész. És olyan sokszor találkoztam azzal a felvetéssel, hogy hát ha mi az engedelmességet, vagy Isten törvényét hangsúlyozunk, akkor kiérdemelt üdvösségről prédikálunk. Erről szó nincs. De arról, hogy Krisztus által minden igazságot be tudunk tölteni, ha engedelmes, alázatos lelkülettel jövünk Istenhez. Bárcsak segítenem bennünket Isten. Azt írja, hogy a végidőben nem annyira az érvelések által fog a munka terjedni, írja Ellen White, hanem Isten meggyőző, Isten lelkének meggyőző ereje által. És ezt lehet látni. Úgyhogy az is megvan írva párhuzamosan, hogy a végidőben kevés úgynevezett nagy embert fog Isten alkalmazni a záró munkájában. De nem azért, mert személy válogat az Isten, hanem azért, mert a nagy emberek bölcsességükben, intellektuálisukban bíznak. A kis dedeknek Isten kijelentette. Adjunk hálát Istennek, én azok közé tartozok, a kis dedek közé. És úgy örülök, hogy Isten ad gondolatokat, kutatást, de hadd őszintén el kell mondjam nektek, hogy ahogy a fizikai életben jártam, hogy ráébredtem egyik nap, hogy én ma nem ittam vizet. Ugye a lelki életben is vannak hullámok, amikor a sátán elkapja, hogy nem kutatom eleget alázatosan Isten igéjét. És ezért nem tudok más tenni. Csak bocsánatot kérni Istentől, és hogy adjon ő szomjúságot nekem. Tud adni? Az van a új szövetségben írva, hogy Jézus tud adni bűnbánatot az embereknek. Segítsen meg Isten, hogy pár gondolaton maradjon meg bennünk. Bízzunk Istenben, az ige által megtart minket, de legyünk meggyőződve, mit, miért hiszünk. És vigyázzunk arra, hogy ne fogadjunk el, akármilyen most már lehet hallgatni, angolul, románul, magyarul, ki hogy tud, cigányul is vannak már előadások. Mindenki vizsgálja meg, ha úgy vannak ezek. Ha úgy vannak ezek, Isten segítségével el kell fogadjuk. Még akkor is, ha most még olyan igazságok kibontakozása előtt állunk is, amiket még nem értünk, de Isten meg fogja nekünk mondani, és erőt is fog adni, hogy végig kitartsunk mindvégig. Segítse meg bennünket Isten erre.